I got my inspiration from a photo taken by National Geographic. Egy National Geographic fényképből ihletett meg. And when I first saw it, it communicated to me in a way that more than a picture would. És amikor először láttam ezt a képet, akkor igazából többet mondott nekem, mint egy puszta kép. What it showed me was that even the king of the jungle, the lion, has to submit and look up to our God. Azt értettem meg belőle, hogy még a dzsungel királyának, az oroszlánnak is alá kell vetnie magát, és fel kell néznie a mi Istenünkre. Our God, the king of kings, the king of creation itself, the king of you and I, the seen and the unseen. Mert Isten a királyok királya és az uraknak ura. Ő az egész teremtett világnak a királya. Ő a te királyod és az enyém is. A láthatóké és a láthatatlanké. Every day we go through whirlwinds of trials. Minden nap különféle megpróbáltatásokon vagy próbákon megyünk keresztül. But we should remember what is written in James 1, verse 2-3. De emlékezzünk arra, ami a Jakab levelének első részében, második és harmadik versben áll. It reads, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy aki hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez, a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. These trials can help build our relationship with our Lord, as long as we earnestly seek Him and His guidance. A próbák is segíthetnek erősíteni az Úrral való kapcsolatunkat, hogyha mi az ő vezetését keressük. One verse we should all keep in our heart is John 3, verse 16. És mindenképpen őrizzük meg a szívünkben azt az ige verset, amely János 3:16-ban található. And it reads, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. He is the one who humbly took our place on the cross and is fighting our battles. Ő az, aki alázattal elfoglalta a mi helyünket a kereszten, és ő vívja a mi harcainkat. So, the lion and the lamb are descriptions of two aspects of Jesus' nature. És igazából azt mondhatjuk, hogy az oroszlán és a bárány Jézus Krisztus természetének két különböző oldalát ábrázolja. Two extremes in character that somehow beautifully managed to describe our Lord and Savior. Ez tulajdonképpen két ellentétes oldala az ő természetének, de együtt nagyon szépen kiábrázolják Jézus Krisztust. He is both the conquering lion of the tribe of Judah and the lamb who was slain. Mert ő egyszerre a Júda törzséből származó diadalmas oroszlán és a bárány, aki megöletett. And as the lion of Judah, he fulfills the prophecy of Genesis 49 verse 9. És a Júda oroszlányaként beteljesíti azt a proféciát, amely az 1 Mózes 49:9-ben található. And this reads, Judah is a lion's cub. From the prey, my son, you have gone up. He stooped down, he crouched as a lion, and as a lioness, who dares rouse him? Oroszlán kölyök Júda, zsákmányt ejtve felmentél, fiam. Lehevert, lenyugodott, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán kiveri őt fel. Jesus is the Messiah who came from the tribe of Judah. Jézus a Messiás, aki Júda törzséből származott. As a Lamb of God, he is the perfect and ultimate sacrifice of our sin, for our sin. Isten bárányaként pedig ő, ami bűnünkért a végső és tökéletes áldozat. I'll end with a verse, Revelation 5 verse 5. És végül a jelenések 5:5-tel szeretném befejezni. And this reads, do not weep. See the lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. Ne félj, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétjét. Thank you so much.